rendelőnkben nagy számú olyan beteg jelentkezik, és egyre gyakoribb azoknak a száma, akiknek a tüneteit vissza lehet vezetni különféle allergiákra. Nehezen eldönthetők és nehezen vizsgálhatók a különféle allergiás okok. Egyetlen egy fontos információ, ami egy pontba összefut, az állatkának az immunrendszer és az immunrendszerére való ráhatás. Ebből adódnak a tünetek. Egy tünetet nagyon sokszor elességallergia és a pollenek allergiája, esetleg kontaktallergia is okozhat. Ezeket eldönteni igen nehéz, de ha már megvan a séma, és a legértelmesebb, legügyesebb séma az, hogy az elességallergiából indulunk ki, mert ez a legmegoldhatóbb dolog, mert annyit kell csinálni, hogy egy speciális étkezést kialakítunk, és ennek következtében az elességallergiás problémakör az egész allergiás rendszerből kiemelhető és megoldható. Az elességallergiás problémák eldöntésére alkalmas tesztek, azok régen azt hittük, hogy alkalmasak az elességallergiának a felderítésére, most már egyértelműen tudjuk, és a tudomány alá is támasztott, hogy ezek nem alkalmasak semmire sem. Egyetlen jó módszer van, amit kőkorszaki módszernek gondolnánk, ez az eliminációs diéta, aminek csak a neve bonyolult. Rémegyszerű, de egy halálpontos odafigyelést megkövetelő rendszer. Arról van szó, hogy egyféle adott, kevés összetevőből létrehozott etetési rendszert kell csinálnunk. Magyarul egyféle fehérjeforrás, és ehhez néhány köretet kell hozzáadnunk. Erre pont alkalmas a PET-séf rendszere, az általunk megbeszélt módszer szerint a PET-séf létrehozza azt az ennivalót, ami ezt a eliminációs diéta kialakítását meg tudjuk oldani, és utána később, ha bebizonyosodott, hogy ez működik, innentől fogva jól lehet építkezni további etetési formulákkal. Az elességallergiák az utóbbi időben egyre kevésbé köthetők életkorhoz. Régebben azt tanultuk, hogy az egyéves kor alatt azért elességallergiát nem fogunk tapasztalni, mert az állatoknak idő kell az allergia kialakulásához. Ez nem így van. Amikor már egy verskorgi, 3 hónapos korban bejön hozzánk, és egy baromfi etetés vagy egy baromfis tápetetés következtében 3 hónaposan véres hasmenéssel egyértelműen az elességallergia tüneteit produkálja, akkor joggal hihetjük azt, hogy az elességallergia már genetikailag rögzítődött a kutya populációban. És ez így is van. Egyre gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy a génekben benne van az, hogy mire érzékenyek a jószágok. Egyébként ez baromfira a leggyakoribb, ez köszönhető annak, hogy alapvetően a régi rossz minőségű tápok túlallergizáló baromfi fehérje forrása, ez már megtatta az áldásos, áldatlan hatását, azt, hogy a populáció génállományában rögzült a baromfi elességallergia.